láttál arra, hogy meg lesz ezt ennek a gyilkosa? Hát, ahogy múltak az évek, egyre reménytelenebbnek látszott, de azért úgy mindvégig foglalkoztatott engem ez, hogy ez egy lezáratlan dolog, ez egy elvarratlan szál. Meg kell, hogy legyen a gyilkos, és azért azt tudtam, hogy a páncél valamit rejt a rendőrségen, és tudtam azt is, hogy bármi apró jelre a rendőrök újra előveszik ezt az aktát, és szerintem így is lett. Eszternek az édesanyja nem súlyosan megbetegedett, gyakorlatilag haláláig tartottad vele a kapcsolatot, amiben tudtad, segítetted. Hogyan alakult a ti kapcsolatotok? Hát azt láttam, hogy ők lecsúsztak, tehát olyan értelemben lecsúsztak, hogy egy panellakást el kellett adniuk, kiköltözni ide a város szélére. Szegénységben éltek, nagyon sokszor nem volt mit enni. Az olvasók segítségével, egy écsi nagyon kedves olvasónk segítségével gyakorlatilag mosdót, csaptelepet és mindent, ami kell egy szerény fürdőszobai berendezéshez, azt én elhoztam ide, és azt gondolom, hogy emberileg próbáltam megtenni mindent, ami megtehető. Lehet, hogy ez nagyon furcsának tűnik, de nálam ez a történet azért nem ért véget ott soha, hogy megírtam a cikket, vagy beszéltem valakivel, vagy elkészült egy rádiós összeállítás, hanem komolyan érdekelt, hogy mi történt az emberekkel, illetve hogy miképpen lehet segíteni őket. Eszternek az édesanyja hitt abban, hogy meg lehet a gyilkos? Mindig foglalkoztatta, de ahogy fogyott, ahogy a betegsége úrrá lett rajta, sajnos fogyott a remény is. Tehát fogyott a reménye, de mindvégig bízott benne, hogy talán egyszer még az ő életében, és így volt ezzel az ő édesanyja is, a Dédi, hogy meg kell, hogy legyen, és a szemébe szeretett volna nézni, megmondom őszintén, tehát hogy meg szerette volna kérdezni tőle, hogy miért kellett így.